Már 6. éve választja ki a legjobb 12 fehér és 12 vörös bort a magyar borszakírók köre. Nem először kerül a legjobb 12 közé a Neszmélyi nedű, ám a 2021-es Magyar Bor Nagydíján a 2019-es Prémium Chardonnay nem talált legyőzőre. A 12 legjobb bor közötti legjobbat választják ki aztán egy ilyen többszöri kóstoló alapján. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó elismerés nekünk, meg a Neszmélyi borvidéknek is, bár előzménye van ennek, mert hát ugye 6. éve rendezik ezt a versenyt, és már háromszor a mi borunk került be, egyszer egy más, a Kősziklás borászatnak a bora került be, ide a Super 12-be, tehát az én Neszmélyi borvidék ott szoktunk lenni, és most meg is nyertük, ez egy nagyon nagy öröm és boldogság mindenkinek, azt hiszem. Nálunk elég sok chardonnay van, nekünk van 400 hektárnyi szőlőnk itt a Neszmélyi borvidéken, és ebből elég sok a chardonnay, és a chardonnay nagyon jól érzi magát itt. Ez egy világfajta, amelyik sok mindenre alkalmas, egy könnyed, illatos, üde bortól kezdve, egészen a barikhordóban évekig érlelt borik sok mindenre képes. És itt mindig tud, több ültetvényünkön van chardonnay, és mindig minden évben szinte tud valami extrát, valami különlegeset produkálni, amit aztán mi szívesen meg is mutatunk természetesen a fogyasztóknak. Úgyhogy nagyon szeretjük ezt a fajtát, és ez egy ilyen érett szőlőből készült, testes, vastag, ugyanakkor gyümölcsös, ilyen kitölti a száját, kicsit ilyen egzotikus ízek vannak benne, ugyanakkor nagyon jó fajta jellege, nagyon jó illata van, úgyhogy igazán jó inni is ráadásul. Különlegessége az, hogy nagyon jól, tehát a nagy érettség mellett és a testesség mellett nagyon kijön a gyümölcsösség és a fajta jelleg kitölti teljesen a száját, és egy nagyon nagy harmónia van benne, ami azt gondolom, hogy óriási értéke ennek a bornak, mert teljesen egy ilyen nagy, minden alkotó eleme egy összhangban van ebben a borban, és ez nagy élményt tud okozni.